I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. A Netflix sorozata. Ismeretlen. Halló. Szia. Sok idő telt el. Készen álltok. Kezdjük. Pontosan mit is kezdjünk el? Egy új korszakot. Sokan ellenségek voltunk. De a rivalizálásnak nem kell örökké tartania. A Veli tornáig. Csak pár hónap maradt hátra. És idén a tét nagyobb, mint valaha. Tudjuk, hogy a Cobra Kai minden mocskos trükköt bevet majd. Csak egy módon győzhetjük le őket. Olyan keményen kell seggbe rúgnunk őket, hogy összeszarják magukat. Lépjünk szintet. Olyan agressziót fogunk tanítani, ami a Cobra Kai-nál is durvább. Ők ütnek először. Mi megelőző ütést mérünk. Jól van, előre szaladtunk. Arra fogunk reagálni, amit ők tesznek. A sasok nem reagálnak. Lecsapnak és megszerzik, amit akarnak. És ezt fogjuk tenni. Visszaszerezzük Velit. Megfontoltan és szervezetten. Fogjuk visszaszerezni. Elsőként harapunk. Oké, melegítsünk be. Néhány egyszerű gyakorlattal. Rendben, sorakozó. Mély levegő, csináljátok utánam. Támadó állás. Jobb láb hátra. Előre rúgás. Készülj. A francba. Bocsánat. Készülj. Rajta. Ez az. Üsd a fogát. Hé. Csak ütlegelitek egymást. Védekezést nem tanítasz. A legjobb védekezés a támadás. Szent ég. Miért van egy szikla a dódzsót közepén? Harc. Ez az. Körözzetek. Ne számítsatok rá. Koncentráljatok. Valaki csináljon már valamit. Mi a franc ez? Ez nem így működik. Egyikünket provokálni kell. Hé, ez elég provokálás. Fény fel, fény le. Nem számít, hányszor csináltátok már. Mindig gyakorolni kell az alapokat. Ez az, jól tisztítsátok meg. Azt akarom, hogy vadonatújnak tűnjön. Dobjátok ki a dobozokat. Ha aprót találtok, az az enyém. Gyerünk, kis pondrók. Gyorsabban. Jó. Ez az, menni fog. Johnny, ne már. Fel fognak jelenteni. Miért tennék? Istenem. Azt hiszem, hányni fogok. Gyerünk. Mozgás, hajrá. Ne. Ne a hajóba. Harc. A francba. Látod, ezért nem harcolunk idebent. Rendben, ki a következő? Hé, én mondom, amikor bekerülök az azúra. A csajok sorakoznak majd. Hogy beporozzam őket, értitek? Apám azt akarja, hogy a Harvardra menjek. De az ASU olyan, mint a nyugati part Harvardja. Szánalmasak vagytok. Ha tettétek volna a dolgotokat, nyertünk volna. Oké, mindegy. Sólyom átállt. Ja, de Miguel most kelt fel a tolószékből. Mégis legyőzött. Tudod, mit? Én legalább itt vagyok. A csapat fele lelépett. Kit látnak szemeim? Az az idióta nem is edz. De itt lehet. Nem értem. Késtél. Nem edzésre jöttem. Ha Cobra Kai tag akarsz lenni. Nem mondtam, hogy belépek. Csak kell egy hely, ahol alhatok. Nos, maradhatsz, amíg csak szeretnél. Nézze, ez rossz ötlet volt. A Cobra Kai segített. Amikor a javítóban voltam. De nem leszek gyalog ebben a játmában. Amit apámmal és Larusóval folytat. Nem gyalogként tekintek rád. Szerintem király vagy. Az apád nagyon tehetséges volt. De elpazarolta. Minden lehetőséget megadtam neki. Hogy visszajöjjön. De Diaszt választotta. Téged pedig megsebesített és elhagyott. Hidd el! Te még apádnál is tehetségesebb vagy.
Csak meg kell mutatnod a világnak. A történtek után. Maga szerint érdekel egy hülye trófea. Nem a trófeáról van szó. Hanem arról, hogy bajnok vagy-e. A nyereség vagy a veszteség ténye. Életed végéig elkísér majd. Kérdezd meg apádat és Larusót. Igen, jó esélyük van a győzelemre így. Hogy összefogtak. Nem csak ők fognak össze. A francba. Bocsi. Még nem szoktam meg, hogy kód kell. Ez az új riasztószar. Érdemes lett volna költeni. Az arcfelismerősre. Halló. Itt Amanda LaRusso. Elnézést, téves riasztás volt. A jelszó, az idegen. Rendben. Csapdába kerültem, Daniel. Azt hittem, az új riasztóval biztonságban. Érzem majd magam, de még jobban félek. Azokat a kobra kajoszarháziakat. Le kellene csukni. Főleg azt az őrült torit. Ha valaki nem érdemel kegyelmet, az ő. Ha akarod. Még mindig elmehetünk a rendőrségre. Ezt már megbeszéltük. Szemnek nem kell újra átélnie ezt. Az üzlet sem élne túl még egy csapást. Tudom, hogy nem a legjobb a helyzetünk. Kidobtak egy kisfiút az ablakunkon. Daniel, ha egy éve azt mondtad volna, hogy a családunk biztonsága. Egy karate bajnokság megnyerésén múlik. Azt hittem volna, hogy viccelsz. És itt vagyunk. Az alkonyzónában élünk. Hidd el, én is. Vissza akarok térni a rendes kerékvágásba. De ha Johnny és én tényleg együtt tudunk dolgozni, akkor jó eséllyel lezárhatjuk ezt az egészet. Hogy bírsz a saskarom kapitánnyal. Legalább még nem vertük meg egymást. Ó, nos, ez haladás. Szerinted Chris bezárja a kobrakait? Ha veszít, veszíteni fog. LaRusso 2.0 küzd értünk. És ha veszít, nem számít, hogy állj a szavát. Veliben mindenki tudni fogja, hogy a kobrakai nem jó. Főleg Robi. A vacsora tálalva. Nos, a mai este főétele. Fajitász és grillezett zöldségek lesznek. Mellé pikó de galló. Kukoricalisztes és sima tortilla. Hűha! Finomnak tűnik, Johnny. Köszönöm, a recept. A Kilis étterem honlapjáról van. Autentikusat akartam. Autentikusat. Ekvádoriak vagyunk, nem mexikóiak. Anya! Ezt kóstoljátok meg. Fűszeres mangó. Akár csak otthon. Köszönöm. Milyen volt a várva várt első nap? Tudod, ez volt az első nap. Ki kell alakulnia. Örülök, hogy együtt dolgoztok Daniellel. Csak biztonságban szeretném tudni Migit. A hátam jobb, mint valaha. Nem kell aggódnod. Ő az anyád, mindig aggódni fog. Ne aggódj, figyelek rá. Szóval, Miguel, mondd csak. Milyen a barátnőddel karatézni? Élvezitek a sok kontaktküzdelmet. Örülök, hogy újra együtt vagytok Sammel. Aranyos. Nem csak én jöttem újra össze. A volt barátnőmmel, igaz, Sensei. Randia volt élete szerelmével. Aki lelépett. Tényleg. Nem Randi volt. Csak szerénkedik. Nem már. Elkészítettük magáról. Azokat a menőképeket. Nem mondom, hogy most nem menő. De különlegesnek kellett kinéznie. A különleges hölgy miatt. Meséljen a Suziról. Nem szeretnék. Oké, nem tudom, miért ilyen félénk. Elmentünk Suzizni. Mert Ali szereti, legalábbis azt hittük. Ezért ettünk sárkánytekercset. Nem volt semmi, tudod? Csak barátként találkoztunk. Oké. Carmen, aznap este. Amikor LaRusso égházában rájuk törtek. Azért mentem hozzád. Johnny, szerintem nem kellene.
elkapkodnunk a dolgokat. Azok után, ami történt. És még mindig történik. Szerintem pihentessük. Egy időre a dolgainkat. Neked is jó így. Aha. Persze. Pihentessük. Magántulajdon. Tilos az átjárás. Hűha, Kárlá. Hadd segítsek. Ez az. Megvan. Tessék. Köszönöm, Mr. Silver. Gyerünk, mondd. Mondd ki. Kobrák vagyunk. Sosem halunk meg. Ebben biztos lehetsz. Mit akarsz? Nem akarok bajt keverni. Csak beszélgetni jöttem. Tudod, a régi időkről. Bocsáss meg egy pillanatra. Minden rendben, szívem. Ő itt John Kreese. Egy régi barátom. Nos, Terence barátai az én barátaim is. Üdv, Cheyenne vagyok. Örvendek. Szóval, Terence. Végül csak megállapodtál, mi? Jaj, nem. Nem vagyunk házasok. Terence és én élvezzük egymás társaságát. Épp az előételeknél tartunk. Csatlakozol. John csak. Az csodás lenne. Remek. Mit szólnál egy mimózához? Mit szólnál kettőhöz? Meghajlás. Lawrence senseivel ugyanaz a célunk. Hogy felkészítsünk titeket a tornára. De más a módszerünk a felkészítésetekre. Rájöttünk, hogy ha ellentétes módszerekkel tanítunk titeket, az zavaró lehet. Így kitaláltunk egy megoldást. Oszd meg és uralkodj. Az Eagle Fang elől edz. Mi a Miyagi-dóval itt leszünk hátul. Azt hittem, együtt erősebbek vagyunk. Így is együtt vagyunk. Csak más helyen. A dojo két végén. Rendben, sasok, kövessetek. Miyagi-do, ide hozzám. Akkor később. Szia! Akkor óra után találkozunk. Gondolom. Oké. Sorakozó. Sólyom, mivel új vagy. Az Eagle Fangnél, gyere előre. Igen, sensei. Mi a franc? Ma a láböprést gyakoroljuk. Sólymon. Rendben. Tudom, hogy seggfej voltam, de sajnálom. A tettek beszélnek. Ki a következő? Szarszájú, te jössz. Ilyenkor kellene egy segítő. Nincs szükségem segítőre. Úgy tűnik, már nem menekülsz. Hanem bujkálsz. Nem bujkálok. Na persze. Nem láttalak a rajtaütésnél. Mit képzeltetek? Hogy betörtök Larusóékhoz. Bántjátok szemet, aztán minden csodás lesz. Szerencsétek, hogy nem hívták a zsarukat. Én legalább tudom, hogy hol a helyem. A samféle lányok azt hiszik. Ők a világ közepe. És miért ne hinnék? Ha valamit el akar érni. Csak szempillát rebegtetve kérnie kell. Még azután is. Hogy ejtett téged, az ujjai köré csavar. Ez nem igaz. Akkor miért véded őt? Jó is, hogy kihagyod az edzést. Ha továbbra is védekezni akarsz. Ez nem a te dojód. Előétel. Vegán tofu nyárs. Teljesen bio. Márt de korianderes kesudiós szószba. Haláli jó. Kösz, nem kérek. Nem vagyok éhes. Szóval te és Terence. Már régóta ismeritek egymást. 50 éve. Vietnámban találkoztunk. Különleges erők. Sosem mondtad, hogy katona voltál. Nincs mit mondani róla. Igen. Nincs mit. Segíthetek valamiben, haver. Habsburg állad van. Még sosem láttam ilyen tökéleteset. Milyen kedves barátaid vannak, Terence. Terence megrendezte az új tudatos jelenlét alkalmazásom elindítását. Sajnos a legtöbb Los Angelesen kívüli iskola nem tanítja a tudatos jelenlétet. Ezért úgy gondoltam, létrehozok egy appot, ahol a gyerekek
Például Ohióban maguk is megtanulhatják. Biztosan imádni fogják a gyerekek. Terence és én is tanítottunk gyerekeket. Harcművészetre. Igen, tényleg. Egyszer említettél egy karate csapatot. Hogy is hívták? Viperák. Cobra Kai. Nagyon cuki. Nem tudtam, hogy volt egy karate korszakod. A karat nem egy korszak. Ez egy életforma. Egy ideig elhagyhatod. De a karat sosem hagy el téged. Mindannyiunkban van dű. De azt akarom, hogy elengedjétek. Ne hagyjátok. Hogy az érzelmeitek irányítsanak. Nektek kell irányítanotok. Igaz. Mindenki csukja be a szemét. És lazítson. Ne rinyálj már. Kelj fel. Összpontosítsatok. Csukott szemmel. Szívjátok be a levegőt. Fújjátok ki. Ne légy puhány. Vágd pofán. Próbáljátok kizárni a külvilágot. Összpontosítsatok. A golyóiba ütöttél. Mi bajod van? Itt várjatok. Bum. Ez az, gász. Gyomrom vágtad. Lawrence sensei. Igen, uram. Beszélhetnénk. Jól van, srácok, 5 perc szünet. Szedd össze magad. Jól csináljátok. Csendesebb lennél. Tanítanék. Csendesebb. Suttogjak. A karat hangos sport. Nem tudok úgy tanítani, hogy közben káromkodsz. Káromkodok. Igen. Mi ez a baromság? Szedjem össze magam. Mindent beleadok. Ezen az emelvényen Mr. Miyagi dédapja. Tanít karatét az okinavai tengerparton. Óvatosan. Miért, azt hiszed, eltöröm. Már betörtél egy ajtót. És elloptad Mr. Miyagi érmét is. Engem is megvertél. Őszintén sajnálom a történteket. Menj vissza a kis sasos bandádhoz. Ne gyere ide! Ez bukásra volt ítélve az elejétől. Veled minden bukásra van ítélve. Mi? Velem? Beszélhetnénk. Miről? Nem tudok beilleszkedni. Mit vártál? Itt gyakorlatilag mindenkinek. Az ellensége voltál. Hé! Mi a fenét csináltál? Mit? Nem én vertem egész nap. A tornára készülünk, nem jóga versenyre. Ne légy tiszteletlen a dódzsommal. A tanítványaid előtt. Ne mondd meg, hogy tanítsak. Azt teszek, amit akarok. Tudom, mit művelsz. Igen. Amíg az én házamban vagytok. Ők mindkettőnk tanítványai. Igen, tudom. Milyen házban? Kint vagyunk. Nézd, megpróbáltam. Csak az közös bennünk. Hogy utáljuk Crashet. Azt hittem, ez elég, de nem az. Működnie kell. Meg kell találniuk a közös hangot. Nem megy. Túl különbözőek vagyunk. Túl sok minden történt. Felejtsd el. Egyedül győzzük le a Cobra Kait. És a Rocky III. Mi van vele? Hogyan győzte le Rocky Kluberlanget? Egyedül csinálta. Nem. Együtt kellett dolgoznia Apollóval. Velük is sok minden történt. Egymás ellentétei mégis sikerült nekik. De valakinek meg kellett tennie. Az első lépést. Apolló tette meg. Miért nem lehet LaRusso Apolló? Mert először ütni sokkal menőbb. Átgondolom. Szia! Na, hogy ment? Nem biztos, hogy beválik. De meglátjuk. És neked? Nem tudom, apa fog elépni. Nos, megtettük, ami tőlünk telt. Ha ez nem tartja össze a dódzsóinkat. Nem tudom, mi fogja. Mindent meg kell próbálnunk. Nem számít, milyen nehéz. Rendben. Szia! Szia, kicsim! Robi! Minden nap eljöttem ide. Miután elmenekültél. Hát, ha itt talállak. Mit akarsz? Nagyon dühös voltam rád. Az iskolában történtek miatt.
De hidd el, mindig fontos voltál nekem. Miguel is mindig fontos maradt. Igen. Azt hittem, vége. De bonyolultabb volt a helyzet. Ez nem bonyolult. Ez egy választás, és te döntöttél. Igazad van. De ez nem jelenti azt, hogy neked rossz döntést kell hoznod. Jó ember vagy. Apám is tudja. A te apád is tudja. Apámnak is volt választása. Úgy döntött, hogy egy részeges lúzer lesz. Aki a saját életét se tudja irányítani. Most pótolni akarja az elveszett időt. Hogy jobban érezze magát. Az ki van zárva. Kérlek. Apád próbál megváltozni. Az enyém is. Ha visszajönnél. Segítenél mindenkit összetartani. Csak ennyit szeretnék. Nos, úgy tűnik, én vagyok az első. Aki ezt mondja neked. Nem kapod meg, amit szeretnél. Rendben. De ne feledd, ez a te választásod volt. Szép innen fentről a kilátás. Pénzért bármit meg lehet kapni. Ezt akarod, John. Egy csekket. Be akarom fejezni, amit elkezdtünk. Befejezni, amit elkezdtünk. Ahogy 35 évvel ezelőtt kellett volna. Mielőtt eltűntél. Nem voltam jól. Efelől semmi kétség. De visszatértem. És te is megteheted. Nézz körül. Jól vagyok. Tényleg. Mert az a Terry Silver, akit én ismertem. Lerúgta volna a pápa szemes gyereket. Aki cukinak nevezte a kobrakait. Emlékszel arra? Amikor visszatértünk Vietnámból. Szenvedtünk a barátaink halála miatt. Itthon meg egy rakás hippi. Gyilkosnak nevezett minket. Az embereknek tiszteletet. És fegyelmet kellett tanulniuk. Ezért kezdtük el a kobrakait. Együtt eredményeket értünk el. Igen, igen. Újra megtehetnénk. Van egy teljesen új generáció, amely felhasználhatná a tudásunkat. Az egyetlen, aki az utunkban áll, Daniel LaRusso. A kis Danny. Még Johnny Lawrence-szel is összefogott. Várj! A te bajnokod és LaRusso együtt dolgoznak. Ezért vagyok itt. Kell egy társ. És az egyetlen, aki tudja. Hogyan kell tanítani a kobrakait? Te vagy. Mit szólsz? Azt mondom, hogy nem. A 80-as években azt hittem. Meghódíthatom a világot. Elég közel jártam hozzá. Csak a kokainon járt az agyam. Meg a bosszún. Hónapokig zaklattam egy tinit. Egy középiskolai karate bajnokság miatt. Már beszélni róla is maga az őrület. A bajnokság után a padlóra kerültem. De újra talpra álltam. Terápiára jártam. És kitisztult az agyam. Kiderült, hogy ez eltűnésed volt. A legjobb dolog, ami valaha történt velem. Az emberek azt várják, hogy a korunkbeli férfiak feladják. És visszavonuljanak. Lehet, hogy neked ez jó. De bennem még van spiritus. Köszönd meg helyettem. Cheyenne-nek a tofut. Szia, Daniel. Tudom, hogy feszült a helyzet. Rosszul kezdtünk bele. Sajnálom, hogy zavartam ma az órádat. Ne kérj bocsánatot. Az gyengeségre vall. Nincs túl késő a látogatáshoz. Mit akarsz? Tudom, hogy rosszul kezdtünk bele. És sajnálom, hogy veszekedtem. Igen, sajnálhatod is. Megbeszélhetnénk a dolgokat. Sonkát. Nem. Nem kérek, köszi. Ahogy akarod. Rendben, nézd. Én megértem. Milyen nehéz lehetett a dojomba jönnöd. Nem titok, hogy gondjaink vannak. De szerintem egyetértünk abban, hogy megoldást kell találnunk. Szóval a gyerekek miatt úgy vélem, hogy hivatalosan is csatlakoznod kellene a Miyajidóhoz. Mi van? Mi a francért csatlakoznék a dojóthoz?
mert minél többet harcolunk egymással, annál nehezebb lesz a gyerekeknek. Ha belépsz a Miyagi-dóba, mindegy oldalra kerülünk. Miért én váltsak? Miért nem csatlakozol te az Eagle Fanghez? Ugyan, Johnny. A Miyagi-dónak gazdag hagyománya van. Több száz éves múltja. A te dojód mikor indult? 3 hete egy parkban. Tuti, hogy a plakátról. Jutott eszedbe a név. Attól, hogy valami régi, még nem lesz jó. A dojódban nincs hely harcolni. Panaszkodsz a dojómra. Nem is fizetsz érte. Megint a pénz. Megint. Meg se említettem, hogy a kereskedésemből lopott autóval jársz. Ó, kérlek, az egy rakás szar. Szar a rádió, bűzlik a csomagtartó. Szállj csak be. Tudod, mit? Felejtsd el. Mit is gondoltam? Hogy működhetne ez? Nem fog. Ha ez végleges, el kell mondanunk a gyerekeknek. Holnap elmondjuk nekik. Gyorsan tudjuk le. Jó reggelt, hölgyem. A nevem Miguel, és én leszek ma a sofőrje. Amennyiben segítesz. Kulcs nélkül elindítani. Azt a, még udvariasságból sem nevett. Apa elment, mire felébredtem. Vajon beszélt Johnnyval? Én sem láttam ma reggel. Mizu, sólyom. Sólyom. Az egy kalapács. Én mondom. Az a burrító. Olyan volt, mint egy rakás. Nézzétek már ezt a hülyét. Mit keresel itt? Chris Sensei még nincs itt. Segítek bemelegíteni. Sosem voltál a csapat tagja. És most Senseinek hiszed magad. Kopi le! Kimondta, hogy akarunk téged. Jó, üss meg! Bármelyik őtök. Ha valaki eltalál, lelépek. Rendben. Ki a következő? Csak nézni fogod. Nem neheztelsz, ugye? Állom a szavam. Elmegyek. Ne! Maradj! Larusso autókereskedés. Kicsi volt a forgalom. Mire célzol? Semmi, meglep, hogy időben jöttél. Miért ne jöttem volna? Minél hamarabb végzünk, annál jobb. Mindegy. Csak egyezzünk meg. Hogyan mondjuk el nekik? Jól van, hátrébb. Mindjárt kidől. Hé! Mit csinálsz? Igazuk volt. A tettek beszélnek. Szóval építek egy hidat. Pontosabban, egy okinavai küzdőteret. Eli egy designer géniusz. Átnéztem, és kijön a matek is. Mr. Miyagi-nak ez csak tároló volt. De egy új emelvénnyel. Több helyünk lenne edzeni. Mind segítünk megépíteni. Beleegyeznek a szenszejeink. Szerintem jól hangzik. Aha. Remekül hangzik. A Miyagi-dóban. Az ellenségeink összefognak ellenünk. Azt hiszik, együtt több esélyük van. Azt hiszik, jobbak nálunk. Tudom, mert egy voltam közülük. Ez ma hivatalosan is véget ér. Bevallom, először. Nem akartam csatlakozni a Cobra Kai-hoz. De végül mindenkinek tükörbe kell néznie. És rájönnie, hogy ki ő valójában. Terence. Felhoznál. Egy üveg montra esett a pincédből. Persze. Lehet, hogy szenvedtünk el vereségeket. De nem a kezdés, hanem a befejezés számít. Kobrák vagyunk, sosem halunk meg. Az ellenség legyőzéséhez. Meg kell ismerni a technikájukat. Megtanítom nektek a Miyagi-do karatét. Hogy legyőzzük a Miyagi-do karatét. Bemelegítettem őket, Sensei. Terence, minden rendben. Igen. Megyek. Ed Asner emlékére. A feliratot fordította. Brandül Patkós Viktória.